Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten. Örülök, hogy ennyien egybegyűltünk. Szeretném, hogyha a már megszokott módon az Om Nám mantrával kezdenénk ezt a dharma beszédet is. Köszönöm szépen! Imással is kezdhetnénk a zent, mint egy koannal. A koan az közokiratot jelentett a maga eredeti kínai mivoltában, ezt kung annak hívták akkor. És a közokirat azért volt fontos, mert abból másolatok készültek, és a tartalmát a különböző közigazgatási helyszíneken végre kellett hajtani, ahogy a mai napig is. És amikor a másolat elkészült a régi birodalmi időkben, akkor ugye nem voltak elektronikus eszközök, ezért kézzel lemásolták, rizspapír, tuss, ecset, másolatot és eredetit egymás mellé tettek, és ráütöttek úgy egy pecsétet, hogy ez a két szélét átfette. Bármikor, amikor bármiféle kétség merült föl a másolat hitelességét illetően, vissza lehetett vinni az okiratot az eredeti helyére, ahol a másolat készült, és megnézték, hogy a pecsét két fele egészet ad-e, sértetlen mintát ad-e. És ekkor kiderült, hogy az okirat hiteles vagy sem. Ugyanígy a mester és tanítvány tudata, amikor a tanítvány felnőtt és megérett, egy egészet tud alkotni. Ahogy a kérdés és a válasz a koanban egy egészet tud alkotni. Honnan tudjuk, hogy ez egész? Onnan, hogy semmi nem hiányzik a koanból, és nincs benne felesleges sem. A történetek a hétköznapi elme számára néha szövevényesek, kuszák, paradoxak, érthetetlenek, elfogadhatatlanok, érzelmileg és értelmileg néha felkavarók. Viszont, hogyha az intuíciónkat az zen-gyakorlat segítségével kitisztítjuk, akkor olyan válaszokat tudunk adni a kérdésekre, amelyek által a koanok teljes értékűek lesznek számunkra. Eredetileg is azok, de ha mi nem járunk a végére, hogy mi mit jelent benne, akkor számunkra nem lesznek a teljesség képviselői. Viszont amikor zen gyakorlatot folytatunk, saját kérdések is fölmerülnek. A saját kérdéseidre milyen válaszokat adtál eddig? Mennyire voltak azok teljesek, bölcsességgel és együttérzéssel áthatottak? Mennyire oldották meg a problémát, amiről a kérdés szólt? Hogyha nem oldottad meg a problémát, akkor az újra termeli önmagát. Innen tudod, hogy nem oldottad meg. Nem onnan, hogy valaki összeráncolja a szemöldökét, és azt mondja, hogy rossz kis fiú, rossz kis lány. Nem. Az pedig végképp nem megoldás, hogy valaki megsimogat és azt mondja, jó kisfiú, jó kislány. Nézd meg az ok és okozat működését. Megoldottuk-e a problémáinkat közösen, mint emberek, közösen, mint társadalom, közösen, mint család, te, mint egyén, és benned a különböző részegységek, mint gondolkodás, érzelem, beszéd, cselekedet. Ha ezen a téren te megoldottál valamit, akkor az a probléma többet nem merül föl. A koanok pont ilyenek. Ha te megoldottad a koant, akkor az a probléma, ami abban benne van, a te életedben is előbb-utóbb elkezd megoldódni, ezt hívjuk integrációnak. Az első az intuíció, amivel megválaszolod, az egységtapasztalaton alapuló bölcsesség, együttérzés, cselekedet és beszéd. És hogyha ez megvan, akkor amit tapasztaltál, integrálhatod a mindennapi életbe. Nem a koant magát, a szerencsére egy az egybe átültethetetlen, hanem az a tudat, az a minőség, amely megmutatkozik a praxis által, az lesz az életed változásának a vezérfonala és az energiája egyaránt. Koanokról körülbelül olyan 1500 éve beszélünk. Bodhidharma volt az első, aki a Buddha után 28. pátriárkaként Kínába vitte a tant Indiából. Egy nagyon buddhista és nagyon művelt uralkodó fogadta, Wu uralkodó, aki feltett neki 3 kérdést. Mindegyik a szútrák műveltségét képviselte, mindegyik azzal a céllal született, hogy Bodhidharma tudatát tesztelje és ellenőrizze, és ezek így hangzottak. Számtalan templomot emeltem, számtalan szerzetest támogattam, mondja a Wu uralkodó. Mennyi erényt szereztem ezáltal? Semennyit, mondta Bodhidharma. Ez nem olyan válasz volt, mint ami a szútrákban lenne, vagy amire az uralkodó számított. Tehát a második kérdés így hangzott. De akkor mi a jelentése a szentíratoknak? Bodhidharma így válaszolt. Végtelen tér, semmi szent. És akkor itt a harmadik kérdés, a valami támpontot, valami fogódzót szeretett volna ezzel az uralkodó. De hát akkor ki áll előttem? Fogalmam sincs, mondta Bodhidharma. Más fordításban nem tudható. És ez a második fordítás, ami ösvényünknek a kezdete, ugyanis ugyan Bodhidharma előtt is a buddhizmus bement Kínába több évszázadon keresztül egy lassú, nyugodt, összeolvadó folyamatban, és a taoizmussal találkozva létrejött az, amit most Chan, Son vagy Zen buddhizmusnak hívunk. De Bodhidharma volt az, aki a koronát feltette erre. Bodhidharma személye és megvilágosodottsága volt az, amely tényleg útjára indította a tant, úgy, hogy az több ágra, több változatra, többféle variációra szakadva a mai napig él és virul és eljutott hozzánk. Ennek a tanításnak a szellemi gerince az, hogy az ellentéteket meglátjuk úgy, ahogy vannak. Nem osztjuk az életünket és karakterünket jóra és rosszra, nem vágjuk el sem a logika, sem az ítélet szikéjével, hanem egészlegesen megpróbáljuk úgy látni, ahogy van. Úgy látni, ahogy van, a maga ilyenségében, ez a zen. Ez az egészleges tapasztalat. Viszont az ellentétek önmagukban nem jók és nem rosszak, csak ellentétek. Meg kell őket haladni ahhoz, hogy megfelelően tudjuk őket használni. Rájuk kell látnunk ahhoz, hogy ne azok uralkodjanak fölöttünk, hanem mi uraljuk azokat. És ekkor sikerül a karmánk, a sorsunk, a lelkünk hasadó anyagából atombomba helyett atomerőművet építenünk. Mindenképp múlandóak vagyunk, mindenképp feltételhez kötöttek vagyunk, és aki már élt eleget, azt tudja, hogy tökéletesek sem vagyunk. És a világ ugyanez. Hogy lehet hát élni úgy, hogy tudod, hogy mulandó vagy, de az örök létre vágysz, Tudod, hogy tökéletlen vagy, de a tökéletességre vágysz. Tudod, hogy feltételhez kötötten élünk, és a szabadságra vágysz. Ezek azok a látszólag kibékíthetetlen ellentétek, amelyek minket keresztre feszítenek. És ezen túl van a többi. A koan megoldást ad arra, hogy hogy találd meg azt a tudatot, amely eredeti mi voltában nincs felosztva énre és másra, jóra és rosszra, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. És ezt megfelelően használva eljuthatunk az igazság helyes látásáig, és a helyes működésig, amely a helyes cselekedetben, beszédben, gondolkodásban és érzelmekben jelentkezik. Na, ha már ennyit beszéltünk a koanokról, akkor hadd olvassak föl egyet. Igazi mester. A kínai Kobongszoni már zenmesterré válása előtt megértett sok koant. Egyszer Aung San zenmester a következő kérdést tette fel neki. A mindennapjaidban, amikor jársz, ülsz vagy beszélsz, tiszta-e a mestertudatod? Igen, tiszta, felelte Kobong. Amikor álomtalan alvásban vagy, nem látsz, nem hallasz, nincs tudatod, akkor hol van ez a mester? Kobong elnémult, nem tudott felelni. Eldöntötte, hogy szüntelenül ezzel a kérdéssel gyakorol, még akkor is, ha beleőrül. 6 év telt el. Egy éjszaka, amikor szerzetes társával egy zarándoklaton voltak Észak-Kínában, megszálltak egy fogadóban. A másik szerzetes aludni tért, Kobongszulin fent maradt, hogy meditáljon. Ahogy szerzetes társa megmozdult álmában, fából készült fejtámasza hangos koppanással leesett a padlóra. Kobong tudatát kinyitotta a hirtelen hang, és elérte a megvilágosodást. Nem csak a tanítója által kapott koant értette meg, hanem mindegyiket, amelyek a Buddha és a kitűnő tanítók által maradtak ránk. Kérdések. Éberen és álomban a mestertudatod azonos vagy különböző? Milyen a mestertudatod éberen? Milyen a mestertudatod álmodban? Amikor álomtalan alvásban vagy, nem látsz, nem hallasz, nincs tudatod, akkor hol van ez a mester? Kommentár. A szemnek a látása dolga, a fülnek a hallás, az orrnak a szaglás, a nyelvnek az ízlelés, az értelemnek a gondolkodás. Ha nincs szem, fül, orr, nyelv és értelem, akkor mi a dolgod? Ha még nem találtad volna meg, akkor menj, így áll teát. Ugye tudjuk azt, hogy az igazi mester itt a Buddha természetünket jelenti, azt a tudatot, amely nem keletkezik és nem szűnik meg, amely a köztes lét mind a 4 állapotában jelen van, akár látjuk, akár nem, akár tapasztaljuk, akár nem. Itt egy szó van, ami egy kicsikét magyarázatra szorul. Azt mondja, amikor hangos koppanással leesett a fejtámasz, akkor a hangtól hirtelen megnyílt a tudata, és megértette a koant, nem csak ezt, hanem az összes többit is. Ez a megértés, ez nem intellektuális megértés. Ez nem olyan, hogy elolvastam egy oldalszöveget, és akkor megértettem, hanem hirtelen belecsapott valami, amit úgy hívunk, hogy intuitív ráébredés, vagy felébredés, és ezt a mindennapjainkban kicsiben nagyon sokan tapasztaljuk. Például, hová tettem a kulcscsomómat? Nagyon sokszor hasonló kérdésekkel bíbelődünk indulás előtt, és nem találjuk. És a fejünket törjük, és már egy kicsit idegesek vagyunk, mert telik az idő, és hová tettem a kulcscsomómat? Sofőrök, hová tettem a kocsi kulcsot? És kiderül, hogy amíg gondolkodsz rajta, és töröd a fejedet, addig nem találod meg. És akkor hirtelen úgy döntesz, hogy csinálsz valami mást. Bemész a konyhába, benézel a hűtőbe, iszol egy pohár italt, visszamész a szobába, bármit csinálsz, de hirtelen a gondolkodó tudatod lekerül a tárgyról. És eltelik 1 perc, 2 perc, és hirtelen látszólag a semmiből eszedbe jut, és már ott is van a kezed, fölvetted és mész tovább. Ezek azok az apró események, amikor a kogníció és emóció nem segít. Tehát sem az értelem, sem az érzelem nem ad választ, mert hirtelen nincs meg az az info, ami kell. Ott van a tudattalamban, csak nem tudod előhozni. Mert te tetted le a kulcscsomódat pár órája, pár napja. Benne van az adattárban, csak a memóriádba szépen nem jön vissza. Mi történik ekkor? A kérdés lemegy szépen a tudattalanodba azzal, hogy meg kell keresni, de nem tudom, hogy hol van. És amíg gondolkodsz rajta, addig ez a folyamat nem lesz teljes, mert macerálod, mert közbeszólsz, mert az analitikus, kérdező, aktív, intenzív tudatoddal értelmileg és érzelmileg meg akarod oldani. És ezen arra tanít, hogy az ilyen kérdéseket, amelyekre nincs rögtön érzékszervi, értelmi vagy érzelmi válasz, azt engedjük szépen a tudatküszöb alá menni, és majd egyszer a felszínre dobja a választ. Ekkor történik az, hogy az intuíció megjelenik, mert az értelem és az érzelem merte átadni neki a stafétabotot. És ilyenkor felmerül a kérdés, hogy ez a belső hang, hát vigyázzunk a belső hanggal, mert nem mindegy, hogy az honnan jön. Van, amikor az értelmed súg, van, amikor az érzelmeid súgnak, van, amikor az ítéletalkotásod súg, nem mindegy, hogy az mit testesít meg. Tehát, hogyha nagyon tiszta a tudat, akkor nem kell a hangnak meg se szólalnia, mert ebben a pillanatban 100%-osan jelen vagy, felismered a helyzetet, helyesen teremtesz kapcsolatot, és helyesen cselekszel. Akkor nem kell senkinek és semminek közbeszólni. Amikor viszont korrekcióra van szükség, hogy nem mindegy, hogy az a javító szándék honnan jön. Milyen szokásból, milyen karmából, milyen meggondolásból, milyen megérzésből. A koan megtanít arra tapasztalati úton, hogy a legtisztább forrásból jöjjön ez a hang, ha jönnie kell. A praxis nagyon-nagyon komoly illúzióvesztességgel és frusztrációval jár. Akik voltak már egy jó pár koan interjún, az elvonulásainkon, azok tudják, hogy a tanító semmi más nem csinál, csak egy tükröt tart eléd tudatilag, és meglátod, hogyha hibáztál, akkor hol hibáztál, és hogyha helyes, akkor jön a következő feladat. Nagyon sokan megkérdezhetik, mire jó ez a kicsit poros 1500 éves praxis. Ki kell próbálni. A Buddha azt mondta, itt van a tanítás, amely kivezet a szenvedésből és elvezet a megvilágosodáshoz. Ha érdekel, próbáld ki, tapasztald meg, és ha úgy találod, hogy haszontalan és szükségtelen, hagyd magad mögött. Ha viszont úgy találod, hogy hasznos, akkor nőj föl hozzá. Kinek van bármilyen kérdése a zen praxissal kapcsolatban? Bármilyen. Amikor a léc leesett, koppant, ez ugyanaz lenne, amit évekkel ezelőtt Kőszegen mutattál nekünk, amikor a földhöz vágtad a botodat? Ez volt. Köszönöm szépen. Miért nem elég pusztán az ütést hallani? Azért, mert amikor az ütést hallod, akkor a tudat olyan lesz, mint a tér, mint a tükör. Ahhoz hasonlít, amikor a C gombot benyomod a kalkulátoron. Igen, de utána el kell végezni a feladatot rajta, tehát mi a feladata a tudatnak? Tisztán látni, tisztán hallani, tisztán gondolkodni, tisztán érezni. És hogyha ezt tükrözöd, akkor bemutattad, hogy látod az igazságot. Tehát a lényeg ebből következik az igazság. Ha nem tiszta a tudatunk, akkor nem látunk tisztán. Hogyha a gondolatok, érzelmek felhői, a dualisztikus szokások hegyei elfedik a tiszta tudatunkat, akkor nem látunk tisztán, nem hallunk tisztán, nem gondolkodunk tisztán, és a többi. És hogyha az igazság letisztul, akkor helyesen is tudunk cselekedni. Lényeg, igazság, cselekvés. Ez a három, ami a pillanatnak a teljességét adja. Nagyon sok iskola megmarad az igazságnál, annál az igazságnál, amit ő tanít. De mi az a lényeg, ami nem köthető szavakhoz? Mi az a lényeg, ami nem köthető kultúrákhoz, stílusokhoz, de mégis bennünk van emberekben? Ez az, amit a Buddha úgy mondott, hogy a Buddha természet, a felébredett tudat. És hogyha ezt tapasztaljuk, akkor minden igazság lesz. Az ég kék lesz, és nagyon kék. Ha felhős, akkor tényleg felhős. a fű pedig zöld. De amikor gondolkodunk, és az elvont, absztrakt világban keressük az igazságot, akkor elveszítjük a tisztánlátásunkat. Elveszítjük a tiszta gondolkodásunkat, az ízlelésünket, és a többi. Úgyhogy úgy tűnik, hogy mi emberek nagyon sok mindenen keresztül kell, hogy menjünk ahhoz, hogy az egyszerű és tiszta lényeget tapasztalhassuk. Úgyhogy ennek a segítségére szeretnék egy újabb koant felolvasni. Ez a koan Námcsón zenmester nevéhez köthető. Egy hivatalnok beszélgetett Námcsón zenmesterrel, és ezt a megjegyzést tette. Egy mester szerint a menny, a föld és én azonos lényeggel bírunk. A 10.000 jelenség és én ugyanaz a test vagyunk. Ez felháborító. Námcsón zenmester egy virágra mutatott a kertben, és így szólt. Az emberek manapság ezt a virágzó fát álomképnek látják. Kérdések. A menny, a föld és én azonos lényeggel bírunk. Ez mit jelent? A 10.000 jelenség és én ugyanaz a test vagyunk. Ez mit jelent? Az emberek manapság ezt a virágzó fát álomképnek látják. Ez mit jelent? Kommentár. Kiejtesz egyetlen szót, és hatalmasat hibázol. Maradj csendben, és a világegyetemtől sosem válsz külön. Ébredj, ébredj! Mit látsz most? Mit hallasz most? Kérdezd meg a kutyát, hallgass meg az autót, ők majd megtanítanak. Tehát nézd meg a koanban a két álláspontot. Az egyik a hivatalnok. Képzelj el egy kínai, konfuciánus, klasszikus műveltségű, olyan embert, aki nagyon jól látja a társadalom hierarchiáját. És ahogy Sákjamuni Buddha korában, Indiában nagyon nehéz volt a kasztrendszerben azt tanítani, hogy minden érző lénynek ugyanaz a lényege, és ugyanaz a lehetősége a megvilágosodás elérésére, ez a klasszikus Kínában ugyanolyan nehéz. És így Námcsón idejében a hivatalnok azt mondja, hogy ez a tanítás a Buddha természetről, hogy mindennek ugyanaz a lényege, ez egyszerűen fölháborító, ez mindent fölborítani látszik. Námcsón nem vitatkozik vele, csak megmutatja a tiszta tudat működését. És azt mondja, hogy ezt a virágot álomképnek látják az emberek. Ez a hivatalnok gondolkodására vonatkozik. A gondolkodása lefedi az igazságot, a koncepciói önmagukkal vitatkoznak, és nem lát tisztán, nem hall tisztán, nem gondolkodik tisztán. A zenben nem vitatkozunk mások nézeteivel. Igyekszünk meghaladni azokat, igyekszünk az igazság talaján állni és segíteni másoknak, és Námcsón pont ezt a segítséget nyújtotta, megengedte a hivatalnoknak, hogy kételkedjen abban, amit mond. Ezt álomképnek látják nagyon sokan, és a hivatalnok úr gondolataival talán nem ez a helyzet. Úgyhogy nagyon érdekes az, hogy a gyakorlat során meddig jutsz el, a saját önképed meglátásában, és a világképed meglátásában. És a hivatalnok ott tartott, hogy neki ez volt a világképe. És az zen nagyon egyszerűen, nagyon világosan visszahozza az embert a pillanatba, arra sarkalja, de nem kényszeríti, hogy a saját maga által készített világképet és önképet haladja meg, és lásson tisztán, halljon tisztán, cselekedjen és beszéljen tisztán. A 10.000 jelenség visszatér az egybe. De hova tér vissza az egy? Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy olyan koant kérdezel, ami benne van ebben a könyvben, és a válaszát publikusan nem lehet megadni. Ezt tetted. Szívesen várlak az elvonulásra, mert így ez az erőfeszítés nem spórolható meg. Annyit még erről a praxisról, hogy a zen nagyon világosan elvisz odáig, ameddig ez érthető. Tehát látszott, hogy ugye nagyon sokan még nem találkoztatok a koannal, mint fogalommal. Ez jól érthető, elmondtam, és így egy picit ugye megkönnyebbedik a helyzet. De van egy olyan része, ami nem érthető, csak tapasztalható. És a kapuk, azok itt vannak. A legfontosabb kapu persze benned van, a tudatodban, amely a gondolkodás meghaladását teszi lehetővé. Ahol tudsz nem dualisztikus módon működni. És hogyha ezen a kapun túlmész, ahogy a felvezető koanban hallhattad, akkor minden egyéb kérdést, ami ennél szükségszerűen kisebb, helyesen válaszolsz meg. Tehát 6 évig gyakorolt Kobongszönin Kínában azért, hogy amikor meghallotta azt a hangot, akkor kinyíljon a tudata. Általános tapasztalat az, hogyha tisztán érzed a teret, és tisztán hallod a hangokat, akkor a saját karmád nem ural. És a fordítottja is igaz, hogyha azt látod, hogy valaki újságot olvas utcán, vagy mostanában mobilokat nézeget utcán, és neki megy egy oszlopnak, akkor biztos, hogy a teret nem érzékelte rendesen, és nem volt jelen abban a pillanatban. És innentől kezdve lehet látni, hogy a tiszta tér, tiszta hangzás, az tiszta tudatot jelent. Tehát ha a pillanat tiszta, akkor minden tiszta, ha elveszítetted a pillanatot, akkor elveszítettél mindent. Ez a nyugati gondolkodásmóddal néha úgy tűnik, hogy ellentétben áll. De valójában nem. Csak meghaladja azt, és egy új nézőpontot kínál. A Gyémánt Szútra azt mondja, hogy a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti el a felébredést. Vajon miért? Azért, mert hogyha tényleg magadban nézel és meglátod a tudat működését, ezzel meglátod a világ működését, kiderül, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. És ez gyökeresen más, mint amikor vissza kell menned akár a történelmi múltba, hogy megérts valamit, akár a geológiai múltba, vagy a kozmikus múltba, hogy például a teremtés problémáját egy picikét körüljárt, vagy pedig a személyes múltadba, hogy az egyéni vagy családi problémáidat egy kicsit jobban megértsd. Tehát ezek a regressziós módszerek, akármit is értünk ez alatt, nagyon sokszor több tényt emelnek be az ember tudatába, semmint, hogy azt kezelni tudnánk. És akkor túltöltjük magunkat, túl sok mindenre emlékezünk. Felejteni kéne, de nem tudunk. És akkor emlékezni kéne, de amire kell, arra tényleg nem emlékszünk. Minden a fejünkben van, amely egy idő után szükségtelennek tűnik, és amire pedig tényleg gondolnunk kéne, amivel dolgoznunk kéne, az csak nem akar az eszünkbe jutni. Hát ez az a túltöltött tudat, amely szétesett múltra, jelenre és jövőre. Vagy elkezdünk aggódni a jövő miatt, ami nem csak, hogy nem jött el, hanem nem vettük föl a jövő természetét, hogy azt mi csináljuk. A múlt nyersanyagából, a jelen lét tüzében, ebben a pillanatban. Úgyhogy a lineáris tudat az a nyugati nézőpont, a ciklikus tudat az inkább a keleti-ázsiai nézőpont, a zen viszont mind a kettőt elfogadja, de egyiktől sem függ. Hogyha egy harmadik időkoncepció merülne föl, akkor azt is lehetne az zenbe integrálni, mondjuk 3 szög alakú idő. És nézd meg! Ebben a pillanatban dől el minden. És amikor a pillanat radikálisan letisztul, és hirtelen hallod a hangot, akkor a tudat hirtelen el tudja érni a felébredést. Nagyon sok ilyen történet van. Kérdésem az lenne, hogy egy koan megoldása közben milyen folyamaton megyünk keresztül? Nehéz folyamatokon megyünk keresztül. Általában úgy, hogy az ember bejön egy elvonulásra, megtalálja a helyét, megkapja a kis evőtálkáit, és vár az interjúra. És az interjún elhangoznak olyan kérdések, hogy hogy hívnak. És hogy mi volt a neved, mielőtt megszülettél. És amikor ebben egy kicsit elmerülünk, és elkezdünk válaszolni ezekre a kérdésekre a zen tanítás segítségével, akkor kiviláglik azt, hogy milyen úton lehet ezeket a koanokat megoldani. Tehát senki sem marad eszköz nélkül. Mindenkinek megadjuk ugyanazokat az eszközöket, hogy dolgozzon vele, szépen söpörje félre a szokásait, valóban érezzen rá, hogy ebben a pillanatban ő milyen tudattal van jelen, és ezzel a tiszta tudattal szépen megoldja a koanokat. De hogy közben mi mindent kell legyalulnod magadról, milyen illúzióveszteség van, milyen önképváltozás van, milyen karmikus hullámvasutazás, szellemvasutazás és egyéb van, azt én nem tudom neked megmondani, de hogy mindenkinél van, az biztos. Az a szerencse, hogy amit te belül látsz a meditáció közben, az mind elmúlik. Úgyhogy ezen is túl tudunk lépni. Ez is el tud múlni. És hogyha rájössz, hogy minden karma mulandó, akkor a mulandóságot a saját szolgálatodba tudod állítani. Már nem félsz a mulandóságtól, hanem tapasztalod azt, amely túl van azon. Ami nem az időbe és térbe vetett, amely nem az okozatiságnak kitett. És akkor a karmád mulandóságát örömmel fogadod. Az önképed változását örömmel fogadod. És elkezded változtatni a gondolataidat. Engeded, hogy azok letisztuljanak. És akkor helyes önképpen létezünk. Tehát minél közelebb van az önkép az önvalóhoz, annál kevesebb a szenvedés. Innentől kezdve a feltételhez kötöttséget is helyesen állítjuk be, mert olyan feltételeket teremtünk, amely magunkat és lehetőleg másokat is a felébredés felé visz, és nem attól el. Nézd meg például gyermeknevelés, ami a tanítványsághoz nagyon hasonló. Mit kell látnia a gyermeknek? Nem csak azt, amit a szülőnél mondta, hogy én csak jót akartam, kisfiam. Az nem elég, sőt, ahogy serdül, egyre kevésbé elég. Aztán pedig teljesen külön van az, hogy a gyereknek mi a jó magától, meg a szülőnek. Hanem az okozatiságot kell látni, és minél hamarabb. Tehát az, hogy kisfiam, kislányom, ezt csinálod, ez lesz belőle, azt csinálod, az lesz belőle. Mit akarsz? És kiderül, hogy mit akar. Tehát merjünk tapasztalni és tapasztaltatni, jobb motto nincs a koanpraxishoz. Merj tapasztalni és tapasztaltatni. Hozhatsz saját készítésű koant be az interjúszobába, a tanító nagyon örül neki. Nem tervrajzmásolattal, hanem sajátot. Jó? Tehát amikor arról van szó, hogy intuitív praxis, akkor egy csomó mindent meg kell tudnod haladni, és utána felhasználni helyesen a szokásokat, a gondolatokat, az érzelmeket és a többi. Minden megvan, csak a viszony változik meg ahhoz, amit a lélekben viszel. Tehát az, hogy nincs abszolút értékű én, eredetileg nincs egoitás, ez egy nagyon nagy tapasztalat. Eredetileg nincs se jó, se rossz, se különállás, semmi olyasmi, amit szenvedünk, és úgy gondoljuk, hogy ez a sorsunk. Ezt mind mi csináljuk, és ha megszűnünk ezeket teremteni, akkor egy tisztább, egyszerűbb életet élünk, és egy félelemmentesebb halált halunk. Például az emberek nagyon sokan azt gondolják, hogy a szenvedés az halál, és a halál az szenvedés, és kiderül, hogy ez nem így van. Radikálisan különbözik a kettő. Úgyhogy nagyon fontos a tiszta tudat elérése, és a zen az az egyik módszer a sok közül. És ekkor látod azt, hogy minden keletkezett relatív. A karmád is, az énséged is, a világ is, és ez a relativitás azt jelenti, hogy tudsz változtatni rajta, láthatod másképpen, viszonyulhatsz hozzá másképpen, és milyen jó ez, amikor az ember családi problémát, vagy egy kis párkapcsolati problémát megpróbálod megszerelni, megjavítani, ugye? Hogy nem muszáj olyannak elgondolnom a másikat, ahogy eddig. Adhatsz neki egy új esélyt aznap reggel, hogy mondjuk másképp látod, másképp viszonyulsz hozzá, másképp beszélsz hozzá. Jó. Egyéb kérdés? Beszéltél a túltöltött tudatról, és az elvonuláson azt gondolom, hogy nagyon idézőjelbe teszem azt, hogy könnyű volt a tudatunkat kicsit kitisztítani és lecsendesíteni, és én most nagyon kínlódok azzal, hogy otthon a mindennapjaimban ugyanezt meg tudjam tenni a meditációk alatt. Hát gyere vissza még egyszer, hát próbálkozzál, arra találtuk ki. Egyik autószerelő sem veszi zokon, ha azt mondja valaki, hogy jaj, hát ebből a műhelyben sokkal könnyebb szerelni az autót, mint a sufniba, a kézi emelővel, meg a kis szerszámkészlettel. Hát arra találták ki az autószervizt, hogy ott könnyen lehessen szerelni, és jól. templomélek pontosan ez. Tehát nagy munkám átültetni a templomi gyakorlatot, azt az energiát, azt az irányvételt a mindennapokba. Nem is lehet meggyorsítani ezek szerint, mi? Azt nem mondtam. Csak azt, hogy nem könnyű. Tehát kell rajta dolgozni, és ezért a jó autó az tényleg olyan, hogy néha el kell vinni szervizbe, és attól még jobb lesz. Tehát el kell jönni, még egy kicsit részt venni az elvonuláson, még egy kicsit. Én azt mondom, hogy amikor az ember rájön, hogy akárhány elvonuláson vesz részt, mindig fog újat látni magában is és másokban, akkor ez úgy kinyitja a kaput, hogy egyrészt soha nem fogsz unatkozni, 1, 2, a munkának sosincs vége, 3, ha a magad problémáit bizonyos küszöbértékig megoldottad, akkor jönnek a többiek. És akkor nekik kell segíteni, nem oldod meg te az ő problémáikat, mert az az ő feladatuk, de hozzásegítheted őket, hogy elvégezzék a házi feladatot. A buddhiszatva sose lesz munkanélküli. Az igazi buddhista közmunka az az, hogy meglátjuk a szenvedést, az okát, a megszüntetését, és együtt megyünk a megszüntetés útján. Előző alkalommal, amikor itt voltál, akkor tettem fel egy olyan kérdést, hogy a saját agresszióm kezelésével kapcsolatos volt ez a kérdés, illetve a mások által felém jövő agressziónak a kezelése. Most amit akkor mondtál, hogy ne bontsam magam jóra és rosszra, mert ezt én magam teszem saját magammal, hanem csak lássam a dolgokat úgy, ahogy azok vannak. Ezt gyakorlom. Egy ideig megy. Tehát most időben mondom, hogy egy ideig megy, hogy úgy látni a másikat, ahogy van, tehát azt is látom, hogy mi a probléma. És mégis van egy pont, amikor elkezd jönni felfele a csí, és nem tudom, hogy miért. Nem értem, hogy ilyenkor az érint meg, ami még bennem feldolgozatlan? Is. És ez azért van, mert a legjobb szándékod mellett ezt gondolatilag gyakorlod. Ez nem vált automatikussá. Ez még mindig gondolatfüggő. És amikor az érzelmek erősebbek lesznek a gondolatoknál, nem tudjuk mikor, de nagyon gyakran előfordul. Akkor egyszer csak áttörik a gátat, és akkor újraordít a dinoszaurusz csorda. Meg kell tapasztalni, mert ezt már nem tanuljuk, az odavezető utat tanuljuk, de meg kell tapasztalni azt, például a meditáció nemes mesterségét gyakorolva, hogy milyen az, amikor nincs gondolati kontroll, de mégis egyben vagyunk, és az érzelmek nem uralkodnak rajtunk. Tehát nem a 3 fő felső csakrát gyakoroljuk úgy, hogy az egyik fogja a másikat, hanem a tantien praxist itt a köldök alatt azért, hogy a keletkezés előtti állapotban tartsuk a tudatot. Ez nem elfojtás és nem kiélés. Tehát, egy picit elfojtad a gondolattal, mert megtanultad, hogy kell szemlélni ezt, megtanultad, hogy kell viszonyulni hozzá, az szép és jó, de, és ezzel nem vagy egyedül, nem megy. Egy bizonyos határig megy, közszóval moderáltam magamat, elszámoltam 10-ig. A 11-re akkor átkapott, mint ide Lacháza. Vigyázzunk ezzel, a gondolat szükséges, de lássuk a határait. A határai azok, hogy például az érzelmek sokkal erősebbek, és gondolatokkal egy ideig még lehet kicsikét gyengíteni, irányba fordítani, kicsit módosítgatni, kozmetikázva, aztán kitör. Ezzel vigyázzunk. Tehát az, hogy úgy látom, ahogy van, nagyon jó kezdet, utána helyes viszonyulás, helyes cselekvés. És a legtöbb ilyen esetben rengeteg teret kell adni a másik embernek vagy embercsoportnak, és ez a tér, ez a tudatodban jelentkezzen először, mert fizikai teret azt nagyon sokszor nem tudsz eleget adni, de a tudatban ne legyen olyan felület, amiről visszapattan az impulzus, főleg kamatostul. Rálép véletlenül valaki a lábadra, és akkor a furkós bottal akarom nyakon vágni. Ugye? Tehát ez a reaktív tudat. A reaktív tudat ez mindig az én felületről pattan vissza. Hogyha tiszta, térszerű és tükörszerű a tudat, akkor nincs felület, amiről visszapattanjon, csak rád léptek, és csak lélegzel tovább, és hogyha azt mondta, hogy bocsánat, akkor azt mondta, hogy semmi baj, nem mondod semmit, akkor nem mondod semmit, az már az ő problémája. Nem te léptél a saját lábadra. Ez fontos. Ne is tegyél ilyet soha. És akkor nagyon könnyű kezelni ezt egy idő után. De az elején nem könnyű, azt sosem mondta senki. Meg kell szokni azt, hogy mikor reagálsz és mikor nem. És a spontaneitást is meg lehet szokni. A tiszta térszerű tudatot is meg lehet szokni. Úgyhogy ezzel válunk azokká, olyan személyiséggé, amilyennél lenni szeretnénk. Bizony. Olyanná pedig ne váljunk, amilyennél nem szeretnénk lenni. Jó? Egy konkrét gyakorlati kérdést szeretnék föltenni. Ha elvégzek egy munkát, és ráadásul nagyon kérnek is, és könyörögnek, hogy azt végezzem el, és az egy nagy értékű munka, amit elvégzek. Utána nem fizetnek ki, és egy kicsikét még ki is röhögnek. Ezt hogyan tudom helyesen kezelni? Nyilván, hogy mérges vagyok, és ezt mondjuk még el is tudom valahogy folytani, de az nem tesz jót. Ha szeretetet küldök nekik, attól én még nem jutok a pénzemhez, és ez a pénzre meg az egész családomnak szüksége van. Tehát nem tehetem meg azt, hogy elengedem. Tehát nem mondhatom csak azt, hogy hát jó, most nem kaptam pénzt. Szerződés volt? Jó helyen járunk. Igen, ez jött nekem is, hogy mindig mindent le kell papírozni és le kell dokumentálni. Igen. Na hát akkor elmondom, hogy a paradigmaváltás 30 év óta miért nem megy ebben az országban. Egyszerűen azért, mert a régi rendszerben az volt az igazi, amikor az adott szó és a készfogás mindent jelentett. Utána volt egy olyan váltás, amikor nagyon okos emberek felismerték, hogy ez milyen szépen kijátszható, és azóta nem lehetett szétválasztani, hogy mikor lehet bízni az emberben, és mikor nem. A másik csalódási pont pedig az, hogy nagyon sokszor a papír sem ér semmit, mert az ügyvéd ránéz, és azt mondja, hogy 10 év. És kb. Annyi költség, mint amelyet visszaszerezne, úgyhogy nullára jöttünk ki még 10 év teljes hajtépés és stressz után is. Magyarul nem csak, hogy rothadt az államgépben valami, amit már Dán király Fink is fölismert, hanem a társadalom nem rendelkezik olyan tiszta és világos normákkal, amelyek ugye ember és ember között letisztáznak a kapcsolatokat. Ez egyetlen társadalomban sem volt rövid és könnyű folyamat. Mondok 2 példát, és utána visszatérek a konkrétumra. Az egyik példa az Anglia. Tehát Angliában a Magna Carta fogta magát és lerakta a demokratikus társadalom alapjait. Ez nem túlzás. Tehát volt egy olyan modus operandi, ahol a király, a lordok és a kisnemesek elkezdtek úgy együttműködni, hogy az ország rendesen működjön. Ez több 100 évig tartott, mint evolúciós folyamat, beleértve a Rózsák harcát, beleértve 1640-es a polgári forradalmat, ami még akkor nem is volt nagyon polgári, csak forradalom volt. És gyakorlatilag az ipari forradalom hozta azt a középosztályt, amelynél a polgári intézmények tényleg megszilárdultak. Ez több 100 év. Ebben az országban ilyen nem volt. Tehát össze-vissza csaptuk magunkat különböző döntésekkel, amely nagyrészt az elit döntése volt nyugat és kelet között, a kompországtól kezdve a több kulacsos politikáig, ebből még jó és stabil társadalom nem lett. Az elmúlt 100 évben nézd meg, hányszor kellett ebben az országban újraírni azt, hogy a társadalom milyen ideológiát követ, milyen politikát folytat, az ember és az intézmények viszonya milyen, stb. Stb. Brutálisan sokat kellett önképet váltani egyéni, család és társadalmi szinten, és az emberek fejében, lelkében, szívében nincs rend. Nincs rend. És ezért vannak ilyen sztereotípiák, hogy ugye, ha átvágható, akkor átvágom. Mert ez a rövidtávú meggazdagodásnak a záloga. Na most, ha ezt megnézed, akkor a személyes szituáció nem tűnik annyira elszigeteltnek. Nem csak te vagy ebben a helyzetben, hanem mások is. Ez nagyon fontos. Az első lépés az lehet, hogy mersz és akarsz találkozni olyanokkal, akik ugyanezt elszenvedték. Vannak. Meg kell őket keresni, le kell velük ülni, és egy olyasféle bizalmi kapcsolatot kiépíteni, amelyen keresztül megoldási lehetőségek birtokába jutsz. Hiszen ez egy bizalomhiány betegség. Ez egy olyan szindróma, amely erősebb formájában, szenvedélybetegségként egyéb módon van jelen, nincs közvetlen kapcsolat a kettő köz, de a működése ugyanaz. Ha elszigetelem magam, akkor bezárom magam ebbe a szindrómába, és már az alkoholisták megtanulták, hogy így sose lesznek józanok, hanem be kell lépni egy körbe, beszélni kell egymással, kell egy coach, egy terap, valaki, aki elkezd tanácsot adni, és ez az esetekben lehet akár egy jogi személy, akár egy másik személy. Én azt gondolom, hogy ha materiális része lenne, főleg annak, amit csináltál, akkor könnyű lenne visszabontani. Nagyon sok építési vállalkozó azt mondja, hogy ha következő héten nem fizetnek ki, akkor bontom a falat vissza, kihúzom a villanyvezetéket. Nem hinném, hogy ez az esetben stimmelne, ugye? Tehát nem annyira anyagi része van ennek a dolognak, mint sem elmebéli, vagy éppen nem fogható része, és hogyha így van, akkor nagyon nehezen lehet visszavenni azt, amit adtál. És vigyázzunk azzal, hogy ugye milyen emberi viszonyokat építünk ki, kit antagonizálunk és kit idegenítünk el. Láttunk már olyat, hogy egy 1,5 milliárdos alaptőkéjű céget egy 10 milliós rendelést csődbe vitt, azért, mert ragaszkodni kezdtek az igazukhoz úgy, hogy a kis cég, amelyik csak 20 milliós volt, az jobb kapcsolatokkal rendelkezett, és megállt minden jogi folyamat. Jó? Tehát nagyon sok minden megtörténik, aminek nem lenne szabad megtörténnie, és az ember elsősorban a saját hibájából tud tanulni, hogy többet ilyet nem. Ez az egyik. Ezt szerintem megtanultad. A következő... Karmatikusan jön ez rendszeresen, visszatérő, és hol nagyobb, hol kisebb. Akkor viszont valamit nem ismertél fel. Valamit. Tehát még mindig megbízol az emberekben. Igen. Még mindig nem íratod meg velük a szerződést. Még mindig az van, hogy nincs olyan záradék, ami alapján visszaveheted a munkádat, ha az ellenértékét nem fizették ki. Úgyhogy a saját szokásainkat tudjuk elsősorban megváltoztatni, azt, hogy a sebezhetőségünket felszámoljuk. Semmi mást. Ezen keresztül tudunk a társadalmi mechanizmusokban kreatívan és pozitívan részt venni, és könnyed hanggal, mosolyogva szerződést tetetni az asztalra, és komoly jogi biztosítékokkal aláíratni. Tehát látod, hogy a rendszer nem megbízható, látod, hogy az egyén sebezhető, látod, hogy itt az erősebb dönt, jogilag, vagy gazdaságilag, vagy kétajtós szekrényileg, sajnos ilyen is van, ezt tudjuk. Most innentől kezdve az a felelősséget, hogy tisztánlás, és megelőzd, csak ezt tudod tenni. Ha nem előzöd meg, akkor alárendelt helyzetbe kerülsz, és vége. És akkor ütheted bottal a nyomát. Ehhez is tiszta tudat kell, és ezzel nem toborozlak az ennél, csak valahogy belül tegyél rendet, hogy ez az ismétlődő hiba ne forduljon elő többet. Jó? Sajnos még mindig olyan gondjaim vannak, hogy egyre több régi sérelem jön elő. Most már ott tartok, hogy 8-10 éves, sőt 3-4 évesen, hogy átjött a szomszéd és megvert, és a többi, hogy ezeket nem tudom kezelni. Nem tudom, harag az biztos, hogy van bennem, de remélem gyűlölet nincs, de szerintem még néha még az is. Na most, ha megint följön egy-két ilyen dolog, akkor azokat hogy kéne kezeljem? Mantra praxis. Leborulás és mantra. Tehát a leborulás az azt jelenti, hogy mindaz az énség, ami ezt produkálja, az sokkal kisebb, mint a Buddha. És a karmát meghaladod, és az univerzális lényeget tapasztalod. Ez a leborulás és mantra lényege. És innentől kezdve a karmád gyengébb lesz, mint az a nem mozduló tudat, ami látja és kezeli. De hogyha nem gyakorolsz, akkor állandóan kézi vezérelni kell, visszafolytani, beszélni magadhoz, hogy ezt most nem, meg ilyenek, és ez nem jó. Leborulás mantra. És még egy ülőmeditáció ilyenkor nem a legjobb, mert olyan az érzés, mint hogyha magadra engednéd azt a bizonyos ládát vízzel, és belül pedig kavarog az, amit nem tudsz lehúzni a memória vécén. Jó, tehát ez... Ha az ember ül, akkor nem találja meg a dugót. Pedig azt a dugót ki kéne húzni, és leengedni az egészet, és egy kis tiszta vizet pumpálni bele. És ez a leborulás és mantra. Okay. Hogyan tud az ember mantrát választani? Elmegy a mantrapótba, körülnéz a polcokon, és hogyha végképp nem tud választani, akkor megkérdezi az eladót. És akkor a tanító ad neked egy olyan mantrát, amelyik illik úgy a karmádhoz, és ami nagyon fontos, hogy a saját mantra praxisod elkezdhet úgy működni, hogy mondjuk a templomban egy elvonuláson éneklünk sokat, és te azon részt veszel, egyszer csak meditációban feljön egy mantra. És nem mozdul el a tudatból, ott van, és állandóan mondja, hogy kvanszembolszág, kvanszembolszág, kvanszembolszág. Na, ez az együttérzés mantra. Kiderült, hogy pont arra van szükséged, és a tudatod automatikusan ráállt. Ezt jó leegyeztetni a tanítók, hogy tényleg? Tényleg? És akkor csinálod. Köszönöm. Szívesen. Szeretném megkérdezni, 2013. decemberében egy hajnalban arra ébredtem, hogy hatalmas ütés a gyökércsakrámon, és felébredt a kundalini energiám, és azóta minden éjszaka a fejem tetején jön ki, égek, majd szétégek, és nagyon ideges, feszült vagyok. Előtte csinálták kundalini jogát? Nem, csak mantráztam, sakti, síva, síva, sakti. Az elég? Ajaj. Hány évig? Hát csak egyig. Guru volt? Igen. Oda kell visszamenni. Az a fontos, hogy ennek... A gurum Sai Baba volt. Ó, hát az egy kicsit akkor távoli kapcsolat volt, ugye? Tehát ennek az irányzatnak itt Magyarországon több képviselője van. Ez egy olyan dolog, hogyha Citroën autód van, akkor el kell menni a Citroën szervizbe. Tehát ilyenkor ez egy kundalini jóga, illetve kicsit indiai kultúrkörhöz köthető probléma. Kell találni egy olyan iskolát, akik ezzel foglalkoznak profi szinten. Én, mint zen és kínai-koreai kultúrkör, a világért nem akarok ebbe beleszólni. És akkor találsz egy ilyen helyet, elmondod, hogy mi történt, mert én tudok neked zeneszközöket adni, de nem hiszem, hogy most neked ez kell. Neked azok az eszközök kellenek, amelyekkel ezt megteremtetted magadban. És pontosan ugyanaz visszafelé fordítva ennek a jelenségnek a megszüntetése. De semmilyen buddhizmust vagy egyebet nem javaslok ehhez. Indiai és jóga, valószínűleg kundalini, de lehet, hogy valami rádzsa jóga. Én kezdenék egy olyasféle jógaiskolával, ahol kundalinit tanítanak. Álmodunk, és ráébredünk arra, hogy álmodunk, de még benne vagyunk az álomba, akkor tiszta tudattal rendelkezünk? És ki az, aki álmodik, meg ugye a szem az nem lát. Tehát akkor honnan jön az álom? Ki lát? Ki az, aki lát? Tudod, hogy most két kérdést tettél fel egyszerre. El tudod különíteni a kettőt? Igen. Akkor én elkülönítem a választ. Amikor ugyanúgy éberen álmodsz, mint ahogy ezt a barna botot látod a kezemben, akkor a tudat tiszta. Mi volt a második kérdésed? Ha nem a szem lát, akkor ki az, aki lát az álomban? Mi lát a szem segítségével éberen? Kohan megoldása közben megtapasztal a dolgot, hogyan tudok a hétköznapokban továbbvinni, megőrizni? Eddig hány kohant oldottál meg? Még nem oldottam meg. Ha megoldod, akkor azt is megtapasztalod, hogy hogyan lehet visszaintegrálni a mindennapi életbe. Mondjon valaki egy számot 1 és 208 között most. 11-es. A Gyémánt Szútra így szól. Minden keletkezett múlandó. Ha a jelenségeket meg nem jelentnek tekinted, akkor látod a Buddhát. Minden múlandó, a Buddha is, te is, én is. Hogyan láthatja a múlandó a múlandót? Tehát a fenti mondatot ki kell javítani a következőre. Ha a jelenségeket meg nem jelentnek tekinted, akkor ez a nézet a Buddha. Kérdések. Hogyan tekinted a jelenségeket meg nem jelentnek? Mi az igazi Buddha? Ez a nézet a Buddha. Ez mit jelent? Kommentár. Mielőtt megszületnél, nincs 6 féle érzékterület, érzékelés és ragaszkodás. Miután megszülettél, a 6 féle érzékterület, érzékelés és ragaszkodás az uralma alatt tart. Ez a szenvedés. Ha te tartod őket uralmad alatt, akkor semmi sem akadály, és meghaladtad az életet és a halált. Ekkor minden pillanatban megszabadítod az összes érzőikszerhez kötött lényt. Ez a bodhisattva út. Ez azért érdekes, mert a sorsolásos koan nagyon szépen kiegészítette azt a választ, amit Laci kapott, méghozzá úgy, hogy a lényeghez jutottunk el. Én maradtam az igazság talaján, mert az könnyebb. de a jelenségek eredetileg nem jelennek meg és nem tűnnek el, azt a mi tudatunk csinálja. Tehát nézd meg, hogy mennyit foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy az ég akkor is kék, ha nem látom. Honnan tudod? Amikor nincs testem, akkor milyen világot érzékelek, ha egyáltalán érzékelek? Vagyok-e születés előtt? Leszek-e halál után? Itt nagyon komoly tanítást kapsz erről. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ha a kezdet mulandó, akkor a mulandóságnak is van valahol kezdete? Így van. Ott bent. Honnan jön a kérdésed? Hát belülről. Belülről. Belül látod, hogy mi az, ami mulandó? Hát nem tudom. Azért. Hát a túros csúsza mulandó, mert megetted, hát ugye? Biztos. Az biztos. Na, ennek a nyomán látod azt, hogy hogyan keletkeznek a dolgok, vagy hogyan teremted a dolgokat, hogyan tartjuk meg őket, és hogyan bontjuk le őket, vagy semmisítjük meg őket. Ez minden jelenségre igaz. De most is hallottad, és így élőszóval is mondom, hogy van valami, ami látja ezt a mulandóságot. Ami látja, az nem mulandó, nem változó, nem keletkezik és nem szűnik meg. Ezt a látót keressük. De ez olyan munka, mint hogyha azt a bivajt szeretnéd megtalálni, aminek már a hátán ősz. Tehát nagyon sokszor mondták, hogy a jó tanítás az keserű, és a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. Ezt azért mondom, mert még fiatal vagy és előtted az élet, ez gyönyörű, ismerd meg, fedezd föl, de leginkább fedezd föl magadat. Ha magadat megismered kellőképp, az életben sem lesz annyi probléma. De ha csak az életre vársz, hogy simogasson és üssön, és mindig a fal adja a másikat, vagy a másik embertől halld meg, hogy te milyen vagy, akkor az egy nagyon lassú és keserves haladás lesz. Úgyhogy kezd el belül a munkát, például, hogy mi az, ami mulandó, és mi az, ami nem. Ezáltal felfedezed azt, hogy hogyan teremthetsz, hogyan tarthatsz meg, és hogyan bonthatsz le, vagy semmisíthetsz meg jelenségeket. Ez nagyon fontos. Például az emberi kreativitás, amikor felfedezi az ember, hogy tud teremteni a hétköznapokban, vagy művészi úton, vagy egyéb úton, az egy óriási érzés. Hirtelen megváltozik az élet. Hirtelen értelmet nyer egy csomó minden, amit addig nem tudod, hogy miért van. Nagyon jó kérdés az, hogy mi az, ami múlandó, és mi az, ami nem. Foglalkozz vele. Mi teremtjük az életünket, vagy van egy adott sorsvonal, amin tudni kell helyesen járni? Összetettebb ám ez, mint hogy gondolnád. Anyuka és apuka szerepét azért ne becsüljük alá, mert az élet teremtésében számodra azért ők elég intenzíven részt vettek. A fizikai részének a teremtését azt így ők intézték, és te pedig lelkileg egy kicsit finom hangoltad. Például az, hogy hogyan viselkedjen ez a test. Milyen legyen a lélek kapcsolat a testtel. Na most lehoztad a hátizsákodat, benne a karmádat, és amennyire ismered a hátizsák tartalmát, annyira tudod tudatosan, világosan összeállítani a saját életprogramodat. A saját utadat. Ha nem, akkor a hátizsákban lévő feltáratlan, ismeretlen tartalmak folynak a hátadra, és ragadnak meg, és kontrollálnak úgy, hogy nem látod. Ekkor érzed azt, hogy sorsod van. Tehát nem kész sorsot hoztál le, hanem valószínűségeket. Vannak olyan emberek, akiknél a valószínűségek olyan erősek, hogy úgy érzik, hogy csak azt tudják csinálni. Tehát Mozart csak zenész lehetett, és komponista, és ez a fantasztikus lánglelkű tehetség, akit a saját tehetsége el is égetett. Van Gogh csak festő lehetett. Ha van valami, ami így kiugrik, akkor arra nagyon hamar rá kell lelni, általában ki is jön, érdeklődési körben, néha intoleranciákban, sebezhetőségben, gyengességben, és néha elképesztő tehetségek vannak emögött. És akkor az ember ezt felfedezi, és kidolgozza, és kreatívvá, termővé teszi, és integrálja minden nap életbe, kapcsolatba hozza a társadalommal. És akkor ez lett az útja, mert ezt megcsinálta. De vagyunk olyanok, sokan, akiknek nincs ilyen kiugró tehetség, akiknél nagyon sokféle hozzávaló van a hátizsákban, és tetszés szerint összeállíthat valamit, mert sokféle módon teheti ezt. És ekkor le kell ülni, érdemes, és megkérdezed magadtól, hogy mi a dolgom. Mert ugye nem ugrott ki a hátizsákból semmi. És nem mondta azt, hogy legyél pilóta. Nem volt ilyen. Vagy ha jött, akkor egy-két év múlva elment, mert ugye szeretünk néha sofőrök, pilóták, tűzoltók és vadakat terelő juhászok lenni, de nem leszünk azok, mert szépen tovább megy az idea, és egyszer csak kiürül a képtár. Akkor viszont meg kell kérdezned, mi a dolgom? És milyen, hogy az életben mi a dolgom? Ott van az, csak még nem találtad meg. Még nincs összerakva. És ezzel a kérdéssel is jóván foglalkozni, mert pályaválasztási tanácsadó lehet ilyen vastagon előtted az asztalon, de nem az választ, te választasz. És az, hogy benned ez a választási lehetőség tiszta legyen, ahhoz a kérdéssel át kell fúrni a szokások, a meggyőződések, a hitek, a stb. Rétegeit, és megtalálni, hogy valójában mit hoztál le, hogy valójában kivé szeretnél lenni. És ezt a folyamatot nem helyettesíti senki és semmi. És a kérdés, amit most így megvilágítottam, már elég eszköz. A többi az technika, az, hogy hogyan meditálunk és hogyan dolgozunk ezzel. Úgyhogy szerencséd van, mert nincs kész válasz rá, kívülről sosincs. És ha valaki lelkiismeretes, mint tanító vagy segítő, sosem mondja azt, hogy jaj, hát neked ennek meg annak kell lenned, mert én ezt látom benned. Ottyam már, így lopta el a saját választási lehetőségedet. Mert igyekezett megmondani, hogy te benned ez van. No és? Ha esetleg az is van, nem kéne saját magadnak felfedezni? Sokkal erősebb lenne az önbizalom. Sokkal nagyobb akarattal tudnád ezt képviselni. Ezért szoktam mondani, hogy hegycsúcsra nem megyünk föl helikopterrel. Oda fölmászunk. Nagyon más sem az élmény. Erős érzelmi sok kivált egy olyan állapotot, hogy a nap minden percét a gondolatokba tölti az ember, egy illúzió világba, amitől szabadulna, de sokszor már ragaszkodik is hozzá. Ebből mi a kiút? Erőteljes tevékenység. Tehát minden, amit a kezeddel tudsz csinálni és kreatív. A terepasztal építéstől kezdve az autószerelésig, a szénahordásig, a tehénfejésig, minden. Csak ebbe a pillanatba cselekvő módon kreatívan légy jelen, és akkor ez átfordítja a szokást. Ha nem, akkor ez az érzelmi sok, ez az egyéb, ami a múltban van és elmúlt, az identitás rétegbe beégve megeszi a jelenedet. És olyan lesz, mint egy fekete lyuk, ami mindent elnyel. Mindent. Úgyhogy ezért kell vigyázni azzal, hogy tudjunk túllépni a múlt traumáin, de ezt azzal, hogy tovább foglalkozol, nem tudod megtenni. Mert érzelmekkel érzelmeket így gyógyítani nem lehet. Gondolatokkal gondolatokat megszüntetni nem lehet. Azzal lehet, hogy ezt a pillanatot elképesztő bátorsággal 100%-ig letisztítod, éled, és így az egyéválás tapasztalat meg lesz. És azért kell a kreatív tevékenység, és nem pusztán a fizikai, mint sport vagy ilyesmi, mert látnod kell az eredményt, hogy erre is képes vagyok. Nem vagyok egyenlő a traumával, amiért. Nem vagyok hajlandó a következményévé válni a múltbéli eseménynek, hanem elvágom a kapcsolatot, mert nem azonosulok vele. És ha nem azonosultam vele, akkor sikerült elvágni a kapcsolatot. De ezt további gondolkodással és érzelemtáplással nem tudod megtenni, mert pont az lesz az, ami a folyamatosságot biztosítja. Tehát cselekedj! Szeretnénk a gyakorlat jelentőségéről beszélni, mielőtt befejeznénk az előadást. Nagyon sokan, nagyon híven hallgatják a YouTube csatornát. A következő lépés az, hogy legyél teremtő, és ne csak befogadó. És ekkor a közös gyakorlat, amely szerencsére most Kecskeméten jelen van, és ezúton is megköszönöm azoknak a külön erőfeszítését, akik ezt csinálják. Hogy lehet ezt csatlakozni, kedvetek szerint részt venni benne, mert egy meditációval töltött este többet ér, mint 10 dharma beszéd. Ezt jegyezzétek meg. És a tanító jelenléte lehet, hogy inspirál, de ne azon múljon. Okay. És ezt tudom, hogy megint egy társadalmi sajátosság, hogy kicsit fejnehéz vagy orrnehéz a hierarchiánk, és megvárjuk mindig a főnököt. és ne várjunk a főnökre, egyrészt nem főnök, tehát helyetted nem csinál meg semmit, és nem mondja meg, hogy mit csinálj. Hanem belül lásd meg azt a szellemi autonómiát, amit mindig is tanítunk és tanítani fogunk, nem királyi többes, az egész társaság, ahol én nevelkedtem, és akiket én kinevelek, ugyanezt tanítják. Az az elvégzett munka, amit befektetsz, az pótolhatatlan. És az idő rövid. Nézd meg, hogy jó esetben 70-80 évet élünk, picivel többet is lehet, de nagyon sokszor kevesebbet. Ezekből az évekből mennyi tudatos? Mennyi igazán cselekvőképes? Mennyit kell foglalkoznunk a felszálló és leszálló ággal? Ahhoz képest, hogy a természet és a mi kis földanyánk mennyit van itt? Hány milliárd, hány százmillió, hány millió, hány ezer évet, ahhoz képest egy emberöltő ezen a földön annyi, mint hogy a molylepke megpillantja a gyertyalángot, és egy mozdulattal belerepül, serc, kész. Ilyen rövid az élet. És ehhez tessék igazítani a fontossági sorrendet. Ehhez mérd azt, hogy milyen döntést hozol. Hogy pontosan milyen cselekedeteket hajtasz végre, és mi az, amitől tartózkodsz. Milyen beszédet hallgatsz meg, és bocsátasz ki magadból, és mi az, amitől tartózkodsz, és nem hiszed el se magadnak, se másnak. Ugyanez a gondolataiddal és az érzelmeiddel. Tehát, ha dagonyázol a karmádban, akkor az lesz. Ha meghaladod a karmádat, akkor az lesz. De ne legyél semmilyen külső ember vagy körülmény következménye. Vedd birtokba az életedet, mert már eléggé látod, hogy hogy működik. És hogyha látod a működését, akkor meg tudod hajtani, akkor művelni tudod. És ez az egyetemes emberi felelősségünk, egyéni, család és társadalmi szinten egyaránt. Ha ezt jól hallottad, akkor azt is tudod, hogy ez nem felkérés vagy agitáció, Isten ments bármire, hanem annak a felelősségnek a felébresztése, amelyet egymás iránt és magunk iránt egyaránt viselünk. És ez pedig a világos tudattal való élés. A helyes beszéd, a helyes cselekedet, a helyes gondolkodás és a helyes érzelmek. Ezért gyakorlunk, és nem másért. Nem vagyunk kultúrmúzeum, nem vagyunk buddhista mozgalom, nem vagyunk pusztán hagyományőrző egyesület. Ez mind-mind tévképzet és prekoncepció. Egy olyan iskolának a részei vagyunk, ha mondhatom olyan hagyományi, ahol közvetlenül ráláthatunk a tudatra, megláthatod a karmádat, és birtokba veheted az élet és halál nagy munkáját azért, mert végzed, mert csinálod. És ekkor haladunk együtt a megvilágosodás útján. Másképp nem. Nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő figyelmét, megköszönjem azt, hogy ma este egybegyűltünk, és megint a dharmát tehettük a legfontosabbá. Szeretném, hogyha továbbra is együtt gyakorolhatnánk, akár itt, Kecskeméten, akár a templomban, akár más helyeken, és remélem, hogy együtt érjük el a felébredést, és szabadítunk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm szépen!